igazi farsangi kavalkát keveredett a hétvégén a Szent István téren. A farsang farki mulatságon sikeresen űzték el a telet az újpestiek. Remek hangulat, ragyogó napsütés és színes programok várták szombaton a Szent István térre kilátogatókat. A farsangfarki mulatságon kiszebábot készíthettek, vidám népi műsort nézhettek, sőt idén is megcsodálhatták egy jégszobor születését az újpestiek. Kicsik és nagyok ámulattal csodálták a jégfaragó mestert. Idén csikóhal készült a trombita téren. A talpalávalóról és a jó hangulatról a BEM Néptánc Együttes zenés-táncos menete gondoskodott, menyasszonnyal, vőlegénnyel, násznéppel és busókkal. A lelkes csapat mindent megtett azért, hogy rémisztő külsejével elijessze a telet. Mindeközben a farsangi sütemények is megérkeztek. A hagyományoktól eltérően idén nem csak szalagos fánkot kóstolhattak a gyerekek, hanem a lekváros, csokis és vaníliás fánkok mellett islert kókuszgolyót és tuglófánkot is ehettek.